A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara minden évben díjazza azokat a cégeket és vállalkozókat, akik kiemelt teljesítményt nyújtanak, hozzájárulnak a térség gazdaságának fejlődéséhez, és támogatják a feltörekvő utánpótlást a hiány szakmákban. Négy kategória van. Ipar, kézműves szolgáltató, iparkézműves szolgáltató és a kereskedelem. Minden tagozat részére beküldik a pályázatokat, ezt átnézik, és az ottani tagozat szakmailag értékeli, és tesz egy javaslatot, s hagyja az elnökség. És van egy fődíj, ez pedig az év vállalkozása. Ez igazából, tehát bármit kikerülhet, és minden évben itt nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a megyében nagyon sok olyan vállalkozás van, aki erre alkalmas. Ezek alapján ebben az évben a Tréner Kft. Lett az év vállalkozása. A legmagasabb elismerést a 26 éve működő cég kiemelt munkájáért kapta, hiszen az elmúlt években több mint 600 hivatásos pilóta végzett itt. A cég emellett légtérirányítással és szúnyogírtással is foglalkozik, valamint üzemelteti a nyíregyházi repteret. A kötelezettség az, hogy továbbra is úgy folytassuk a munkánkat, mint eddig, azaz nagy jó pilótákat engedjünk ki, jó képzetteket, mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, mindig a jövőkért dolgozunk. Ezt a díjat végül is a város segítségével a Nyíregyházi Főiskola, jelenleg egyetem dolgozóinak és az én kollégámnak köszönhetjük, hogy ilyen színvonalon tudtunk pilótákat kibocsájtani. Mert még több tevékenységet is folytatunk. A kiváló gyakorlati képzőhely díját is átadták, ezt az Uniszolv kapta. 2005 óta foglalkozik a cégünk gépiforgással, a tanulóképzéssel 2014 óta foglalkozunk, jelenleg 7 tanulónk van, 3 végzős és 4 másodikos tanulónk. Sajnos egyre kevesebb tanuló jelentkezik ebben a szakmában, ez hiány szakmának is számít. A tudomásom szerint most sem jelentkeztek, és hát nagyon szeretnénk, ha jelentkeznének a fiatalok, mivel nincs utánpótlásunk így. A kamarai kitüntetések mellett elismerő oklevelet kapott az a 4 kézápoló és műkörömépítő, valamint 5 kozmetikus hölgy is, akik az idei évben sikeresen vizsgáztak az adott mesterszakmákból. Több mint 460-ra emelkedett az elmúlt 3 évben megszerzett mesterlevelek száma, ugye, és azoknak a száma, akiknek mesterlevelet adtunk. Továbbra is folyamatban vannak a mesterképzések a kamaránknál. Egy hónapon belül 7 szakmában fogunk indítani mesterképzést, és további szakmák képzése várható. Egyébként körülbelül 100-120 főt jelent ez, úgyhogy idén továbbra is növekszik majd azoknak a száma, akik mesterlevelet szerezhetnek. Összesen több mint 20 elismerő kitüntetést adott át csütörtökön az iparkamara.